Sziasztok! Mindenkit köszöntünk Tibetből, Lhászából. Próbálom összeszedni magam a mai filmben. A legnagyobb problémánk az, hogy nem ugye tegnap délután érekeztünk, és ez 3600 méter magasan van, és nem kapunk levegőt, kevés az oxigén. Valaki ül a mellkasomon. Fáj a gyomrunk, mindenünk van. Nem vagyunk benne biztos, hogy túléljük. Hát meg a gyomra teljesen kész van, én többször és hiperventiláltam, és nehéz beszélni. Most nem sokára megyünk. Megnézzük templomokat, hasonlókat. Úgyhogy még egyáltalán nem tudjuk, hogy mit bírunk ki, de viszont azt gondoljuk, hogy gyertek velünk. Ez egy varázslatos hely, az emberek varázslatosak. Ezek azok a típusú emberek, akik ugye hát kisebbségben élnek Kínában, és hát azért nagyon tartják a identitásukat, nagyon tartják az a saját kultúrájukat, és nagyon-nagyon komoly tartást látok az emberekben. De hát majd megismerjük azért egy kicsit jobban őket. Így van, nagyon vágytunk arra, hogy ide jussunk és ide érjünk. De nem gondoltuk, hogy fejbe lettünk csapva. Na, okay. 3600 méterre. Induljunk. Sziasztok. Próbáljunk. Nem induljunk. Gyertek, induljunk. Kutyogjunk, mint a teknős. Igen. Be vagyunk lassulva. Még mindig szédülök. Be vagyok lassulva. De gyönyörű minden. Úgyhogy... számít. Hát igen, itt vagyunk, levegőt nem kapunk. Milyen furcsa, ugye, hogy a kínai feladatot is felteszik most már mindenhová, de ugyanúgy fent van az ő saját tibeti nyelvük, ami inkább hasonlít az indiai. Kínai az kötelező. Kínait azt föl kell tenni. Ilyen hosszú mondatot még nem tudok elmondani. Igen. Hát a helyzet, a szituáció az, hogy mintha mondjuk Erdélyben lennénk, és a magyar nyelvet is fölteszik néha, de a román az kötelező. Hihetetlenek. Most gondolj bele, hogy lehet valaki több száz kilométerről jött, és minden harmadik lépésnél megáll, és nem kíván. Egyszerűen sírogatom van tőle, nem tudom mire, de meghatja az ember. Szóval azért is van szerencsénk, mert hogy itt tegnap volt április 15-e Sakamoni-nak az ünnepe, ami a legnagyobb vallási ünnepük, és ezért is jönnek erre ilyen sokan most, és imádkoznak ennyien, és ezért van az, hogy a szerzetesek is végig itt imádkoznak. Letakarva ez a Dalai Láma trónja. És ott ugye a főpap, a főláma. Ezt 60 éve nem használja senki. És fent van az emeleten a szobája. Itt vagyunk a templom tetején. 7. században épült templom. A
versenyt sajnos nem tudjuk teljesen megmutatni nektek, mert ez szent hely. Igen, de nagyon aranyosak a szerzetesek, mert ide jönnek, beszélgetnek, nagyon kedvesek. Szóval nagyon furcsa, amikor az ember bent van, nekem szinte sírógörcsöm volt, mert annyira valahogy meghat ez az egész. Tehát teljesen a hatása alá kerülsz, tehát nem tudom másképp elmondani. Egyszerűen azt érzed, hogy itt tényleg valami történik, ami lelki-szellemi dolog. Egy nagyon fontos dolog van, ugye ez a buddhizmus igazán nem vallás, hanem igazán filozófia, hát igazából egy életfelfogás, és ez az életfelfogás így a normális human emberekhez, tehát azok, hogy szabadon szeretnek élni, azokhoz közel áll. És így meghatja az embert az, hogy igazából ezek az emberek most éppenséggel nem szabadok, mert hiszen kínai fennhatóság alatt vannak. Így van, és az megható, hogy azt látod, hogy ilyen pricsek vannak, semmi. A templom közepén néhány pricc, ott élik le az egész életüket. És mégis a mobiltelefonjuk, tehát ez annyira durva kettősség. Hát, van nagyon viszont. Látsz 700 éves hozzáállást, és egy, hozzá egy, egy több ezer éves filozófiát, a buddhizmust, ami sokat nem változott, és igazából talán a buddhizmus van a legközelebb a modern emberhez, a vallások közül, és hát valóban megható az, amikor az emberek ott kint is például több száz vagy több ezer kilométert zarándokolnak, hogy eljussanak ide. És mindez... három lépésenként megállnak, és kérdefelnek, és imádkoznak. Hosszú lehet az út. Egy kört. Most azt ugyan... szeretném kérni tőlünk, magamtól is, meg tőled is, hogy ebben a körben mi is valamiért vezekeljünk. Illetve... Valamiért imádkozzunk. Együtt. Pilgrimekkel. Megható, hogy nagyon öreg nénik, bácsik jönnek. Az egyiknek és minden, van a kezébe, a másiknak az ima hengen. Minden valószínűleg nagyon messziről zarándokoltak el. Megkerüljük az egész templomot. Most látom. Az egész templomot megkerüljük, igen. Teljes kört teszünk. Valami varázslatos, hogy mindenki ugyanazt csinálja, hogy mindenki megy körbe. És főként az, hogy az itteniek minden áldott nap kijönnek és megcsinálják ezt a kört. Ez egyszerűen megható. És kedvesek, mosolyognak, hiába teszed az arcukba a kamerát, ők akkor is mennek tovább, rád mosolyognak és intézik a saját dolgokat. Mert meg vannak békélve a saját lelkükkel. Én ma még sírni fogok, azt hiszem. Szóval valóban megható. Már nincs is olyan oxigén hiányom, mint egy órával ezelőtt. És ez így van minden nap, minden szakában, mindig ér ide valaki, és mindig megteszi ezt a kört.
saját lelke miatt. Úgy néz ki, vagy akárhogy is, ebbe a körbe elhagytam a tündét. Sorry. It's okay. Szóval elhagytam a tündét. Nem tudom, hogy ez most jó. Ezt kaptam Ebuthától. Ez egy ajándék, vagy ez egy büntetés. És azt sem tudom, hogy a kör végén találkozunk. De úgy nem itt van. Azon imádkoztam, hogy elhagytalak. Illetőleg azt mormoltam. De nem sikerült, édesem. Hát ezek szerint beértél. De minden esetre megható az elszántságuk, meg a meghittségük, és illetőleg a hitük is. Menjünk egy kört, ők is mennek egy kört, biztos tulajdonképpen százszerűen nem tudom, hogy mit kell csinálni egy ilyen imamalomnál, mert nekem is vannak saját elképzeléseim, amit úgy gondolom, hogyha végigmegyek az imamalomon, akkor annak van valami értelme. Hát végigmegyek az imamalomon, és gondolok valamire, és gondolkodom, gyertek velem, és gondoljatok arra, pozitívra, építőre, és jóra, és akkor együtt fogunk ezt tudni, ezt megcsinálni. Mindennek forogni kell. Körbe az épületen a házon. De van másik is. Elgagyom gyakorlatilag, megtettem a kört. Remélem, hogy megtisztultam. Őszintén mondom. Remélem, hogy csak pozitívabb lett minden a világon ettől. Meg ezek az emberek is néz meg ezeket a nényeket. Ők is valamire csak gondolnak. Valamit csak szeretnének jobbá tenni. Látnám ezekben a kis nénikben, az ima hengerrel a kezükben. Hát ugyanolyan idős 90-es nénik, a kis csörnyed hátukkal, simamalmukkal, még az arcuk is hasonlít a Nagy Imra. Nézd meg, valaki itt imádkozik. Meg itt jött ki a harmadik lépés. Köszönöm,
Szóval itt vagyunk Tibet közepén. Már kétszer törölték az Árpi gépéről a fotókat, mármint a gépünkről a rendőrök. Mert hogy a képre kerültek, na most nagyon nehéz kikerülni nagyon őket, ugyanis minden utat van. Ezek a rendőrök a kínai rendőrök, tehát gyakorlatilag a megszállás ugye az mutatkozik itt, mert a kínaiak itt vannak mindenütt, rengeteg tank van, rengeteg autó van, és hát rengeteg ruhásrendőr, tehát ilyen rendőrruhás ember, az itt nem szabad fölvenni, és hogyha véletlen belekerül a képbe, azonnal észreveszik és törni. De hihetetlen, ahogy itt körbe-körbe mosolygós arcú tibeti emberek jönnek, forgatják a kis imamalmukat. Megható, hogy ennyire fontos nekik a vallás, és ennyire fontos nekik a hagyomány. Nagyon-nagyon sok kérdésemet látunk. Tudni kell, hogy a tibeti 99%-a buddhista. Ez a lámaizmus, tehát ez az ő speciális tibeti buddhizmus. A kínaiakban nem ilyen nagy az arány, a kínaiak között sokkal elszóltabb a vallás. De előbb a Tünde. Tünde azt mondta, hogy sok öreg néni hasonlít a nagymamájára. Sok az idős néni és a nagymamá lintekből eszembe. És meghatódom, na ez van. Nem tudok itt tenni. Az az igazság, hogy soha nem szoktunk ilyen turista gicseket, meg ilyen dolgokat összevásárolni, mert teljesen felesleges. Viszont itt most úgy érzi az ember, hogy azzal, hogyha vesz egy ilyen imamalmot, vagy bármit, azzal talán tud egy kicsit segíteni és támogatni őket, mert más módon itt nem nagyon tud. Ez aztán tényleg az a hely, ahol a nagytestvér mindig mindent figyel. Ahogy megállunk, egy 3 percen belül arra sétál véletlenül egy rendőr. Gondoljon is valamire. Borbolja az imád. És az a hihetetlen, hogy ezek a zarándokok lehet, hogy több száz kilométerről jönnek, és így tették meg az egész utat. És semmi más nincs náluk, csak egy kis jappajtaja. Azt eszik végig. Ez a nekem való fogyókúra. Ez a kis tejázás, meg így menni 3 métereként leborulni. Levenne a 20 kilóból, amiket egyébként most felszedtem, ez alatt az időszak alatt, mióta itt ilyen jobb-jobb szabadágban vagyunk és kaja-kaja halltán. Néhol azért nagyon maró ennek a jak vajnak, zsírnak a szaga, ugye, amit égetnek is, meg isznak is, tehát hát büdi. Na, valljuk meg őszintén büdi. Itt vagyunk most bent egy étteremben, egy úgynevezett family étteremben, egy ilyen családi étteremben. De azért ez nem egészen olyan, mint amiben Pekingben voltunk, egy kicsit annál étteremben legyünk. És ki vagyunk, mint a libák, alig kapunk levegőt, föl kell jönni pár lépcső. Most felálltam egy pillanatra, csináltam egy ilyen képet kint az ablakon, és már ki vagyok. Tehát a legkevesebbtől ki vagyok. Mondjuk abszolút nem vállalkoznék egy ilyen szexuális menetre most, mert nem biztos, hogy tudok nézni. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon éhesek vagyunk, és most nem tudjuk, hogy fogunk ebédre kapni, és kicsit aggódunk. Nagyon sokszor adják ezt a jaktot. Nem jaktot? Nem jaktot. Jak. Ez a... De úgy értem, hogy azt mondom, hogy jak. Tot. Tehát akkor ezt kell mondani, mert nem azt mondom, hogy jakot, hanem jak. Jakot, így van. Tehát jak nevezetű ilyen bivajszerű. Valami, ami itt van, nagy feketék szoktak lenni, az utóbb, hogy felveszünk egyet. Lényeg az, hogy azt eszi mindenki. Minden abból készül. Minden abból készül a haj, a kaja, a leves. Jakvaj, jaktej, jakita, jakpálinka, jakhús, jakruha, még a jakt is. Kicsit
kicsit aggódom, mit fogunk enni, de majd nem kérjük, hogy bentes maradunk, beszámolsz majd róla. Mindenesetre nem vagyunk jó. Tehát én gyomorilag is nagyon rosszul érzem. Ettől a magasabb levegőtől egy kicsit folyamatosan hányingerem van. Nagyon megható volt ez a kör itt a templom körül. Ugye, szép. Igen, igen, és az emberek tekintete az olyan rendíthetetlenek, tehát olyan meggyötörhetetlenek. Igen, tehát Tünde azt mondta, hogy kicsit hasonlítanak a perui emberekre, az idős emberek, ebbe is van igazság. Még a népkísérletek is egy kicsit hasonlít, pedig ugye ez azt jelenti, hogy ők is magaslaton élnek, meg ezek is, és úgy látszik, hogy van ebben valami a magaslati emberek arckifejezései azonosak, vagy hasonlók, legalábbis egymással, meg a színük is. De nagyon érdekes az, hogy tényleg az is, de az, hogy ilyen sokáig élnek. Ugye a tibeti emberek tovább élnek, mint két pár évtizeddel. Pontosan a statisztikát nem tudom, de rengeteg 95 éves emberrel találkoztam, ezek a nagyon ráncosak, ezek azok nagyon-nagyon jó fejek, és nagyon-nagyon jó rájuk nézni, nagyon sokat elmondanak az embernek. Most már viszonylag kellemes illatot, és szerencsére nem jakva illatot érzek, mert ez rettenetesen büdös, hanem valami kellemesebbet, úgyhogy lássuk az ebédet. Okay. Most megkóstolom a helyi levest. Kicsit matador a szaga, de lássuk. Kínai módra beszürcsölöm. Nem is olyan rossz. Picit csontleves, de olyan nagyon híg, nagyon light csontleves. Egészségünkre. Meddig húzod még fel? Szóval jakhús van benne, a tüzes csípőset nem vállalom, de a jakot megkóstolom. Egészségre. Főtt marha. Férkész tésztával. Na, itt hagyjuk a nyomunkat, és a tiéteket is, hogyha valaki Tibetbe jár, akkor fotózkodjon majd levele, jó? Megint itt ülünk az esti kis összefoglalónkon. Már egy kicsit jobban érezzük magunkat. Amik is kuti naplónkban. Igen, már egy kicsit jobban érezzük magunkat, de nagyon érdekes nap volt, szép nap volt a mai is. Különösen megfogott bennünket ez a 700-ban, tehát 1500 évvel ezelőtt épült templom milliója. És annak a környezete. Az ott imádkozó emberek. A spiritualitása az egésznek, tehát az úgy beszippant ez az egész. Igen. Ő hisz valamiben, tehát én mindig irigyeltem az egyre fanatikus embereket. Én úgy érzem, hogy a hit miatt mégis megelégedettek, mert hisznek abban, hogy jön egy újabb élet, ami lesz. Így van, és ezért inkább elviselik most a rosszat. Nem vagyok vallásos, igazán Árpi sem, és nagyon furcsa, hogy mégis az embert megérinti ez az egész így. Hát valahogy beszippant ez az egész, és azt érzed, hogy itt valami más van. Tehát, hogy tényleg van itt valami. Tényleg történik körülötted valami. Ez az emberek miatt volt. Nem a Buddha miatt, meg nem a millió miatt, meg nem a szobrok miatt. Nyilván egy 1500 éves templom falai annyi mindent láthattak, hogy annyi mindent adhatnak vissza, ami szintén befolyásolhat. De elsősorban szerintem a tekintetek, az emberek, a gondolatok, amik ott a forgó, azok a rizs és azok a imamalmok, ezek mind olyan távol vannak tőlük, hogy úgy mondjam, a mi vallásunktól, meg a mi gondolatvilágunktól, hogy ez az exkluzivitásával is megfog, de a gondolatvilágával és a filozófiájával meg elragad és magával visz. Én azt érzem. Ja, tehát ne legyünk talán ennyire túl
filozófikusak, igazándiból az az egész Tibet olyan, mint egy időutazás, legalábbis ez a régi része. Igen. Tehát tényleg érzed, hogy valahogy picit visszamentél a múltba, még akkor is, hogyha a szerzetes mobiltelefonozik, járnak körbe, mobiltelefonoznak, mégis megérint a múlt. Igen. Valahogy azt érzed, hogy itt tényleg sok minden egymásra rakódott. Igen. De a hit, bennünk a hit lehet, hogy az újabb életbe, lehet, hogy a szabadságba, és lehet, hogy abba, hogy lesz majd jobb, az kisugárzott, és azt lehetett érezni a tömegbe, az emberekbe is. Én éreztem az öreg nénibe is, vagy a bácsiba is, hogy amikor szemet találkozott velük, és akkor visszanéztek, és amikor rád mosolyogtak, abban éreztem azt, hogy ők hisznek valamibe, ami pozitív energiát ad nekik, és ezt a pozitív energiát én is szívesen használom, és ezt a pozitív energiát én is szívesen adom át nektek. Nem tudom miért, mi az, ami engem ide vonzott. Nem volt egyszer se deja vu, vagy ilyesmi, hogy jártam volna már itt, de mégis azt éreztem, hogy valami miatt kötődöm ide. Valószínűleg a meghittsége. A meghittsége, és a nyugalma, és a kisugárzás, amit kisugároztak. A falak is sugároztak mágikus, ki talán az valami fajta pozitivitást, de én az emberek szemébe láttam elsősorban ezt a pozitív gondolkodást, ami elképzelhető a egylábú embernél is, aki ment végig, és körbe-körbe, és nem lehet tudni, még lehet, hogy most se írt körbe, de annak a szemében is láttam a pozitív gondolkodást, és nem azt, hogy most adjatok nekem, kéregetek tőledek, senki nem kéregetett. Mégis bizonyos embereknek a másik kínai, és a másik tibeti, bocsánat, kérek, nem kínai, és a turisták is adtak pénzt, pedig nem koldultak. Nem, egyszerűen zarándokok voltak, akiknek való több száz kilométerről jöhetett, és minden harmadik lépésnél letérdelt, és csinálta is. Tehát ez a kitartás. Kitartás az irigyésen ért, és a kitartás az egy nagyon-nagyon fontos emberi tulajdonság, amit meg kell valahogy tanulni, amit meg kell érezni, mert a kitartás az mindenen átvihet bennünket. Lehet, hogy négyszer, ötször, tízszer nem sikerül valami, de 11-szerre igen, akkor is meg kell próbálni. Nem szabad soha feladni. És ezt érezni, éreztem rajtuk. Kitartás és a szeretet, ez így itt összekapaszkodik, és ezt érzed? Hát nem akarom, nem akartam. Igen, ma megint elvegyünk mélyen a filozófiába. Bocsánat, megugtam a mikrofon filozófikus mélységekbe. De mégis, tudod itt, nem tudod elkerülni. Nem lehet elkerülni valóban, de mégis azt gondolom, hogy valóban egy napot le kell zárni, és ennek a napnak, még azt ha ez ilyen filozófikus volt is. Visszük Árpit az oxigén kamrába, mert nem, nincs túl jó szegény. Tehát mégis le kell zárni egy napot, és azt kell mondani, hogy ezekkel a gondolatokkal mi is maradunk magunknak, és ha valamit nektek át tudtunk adni ezekből a gondolatokból, így kamerán keresztül, hát akkor... És reméljük, egy picit meg tudtuk nektek mutatni Tibetnek ezt a varázslatos, misztikus vonzerejét, ami beszippantja az embert, még a kicsit túl filozófikusra sikerettünk is. De azért, hogyha tetszett, akkor lájkoljatok, a legközelebb is tartsatok velünk, és sziasztok! Viszlát!